Üdvözlök mindenkit a rendkívüli testületi ülésünkön. Kettő darab napirendi pontunk van, ezeket a napirendi pontokat a időrövidsége miatt bizottságok tárgyalni nem tudták. Kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e a napirendet, ez egyszerű többséget igényel. Aki egyetért vele, kérem, igen lesz. Hét egyhangú, köszönöm szépen. Tehát két napirendi pontunk van. Az első hát valami biztos latinul urgent SVBT feladatellátási szerződésének módosítása. Van-e a képviselőnek kérdésük ezzel kapcsolatban? Szőke Péter képviselő úr. Köszönöm, polgármester úr. Csak egy megjegyzésem lenne, hogy én egyeztettem az érintett házi orvossal révén, hogy a körzetemnek a házi orvosa, meg az én házi orvosom is egyben. És fontosnak tartom megjegyezni, hogy a legfőbb indok, ami miatt erre kényszerült, az az ETV-nek a lejárásából fakad, mert hogy ő is azon emberek között van, akiket megbüntetett az ETV, ugye, hogy nem csak lakossági vízfelhasználás zajlik abban az ingatlanban, ami az ő saját magán ingatlan, és ugye ott van a rendelése is, és nem tud kialakítani almérőt, és ez egy messzire mutató probléma. Ez azt gondolom, hogy nem kapcsolódik most szigorúan, amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani ehhez a dologhoz, csak szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ezzel az ETV-vel ugye múlt év végén foglalkoztunk, de hogy még kellene foglalkoznunk. Meg fog történni. Jogszabályváltozást kellene sürgetni, polgármester úr, mert sorra esnek ki a szekrényből az ilyen típusú problémák, amik ebből adódnak, hogy az ETV nem tud átránydíjas szerződést kötni például egy ilyen esetben. És én biztos vagyok benne, hogy az érintett háziorvos ügyfelei, vagy páciensei, vagy betegei, vagy nem tudom, hogy kell szépen mondani, nem annyira fognak ennek örülni, mert most gyalog átmennek a rendelőbe, de hát ezt el is tudod, mert nyilván a körzetnek sokáig voltál képviselője. Átmentek eddig, most viszont hát elég messzire kell menniük, de ez egy ilyen kényszerhelyzet. Köszönöm. Köszönöm, én is, és Berkesi István is beszélte a doktor urral, nálunk ez a probléma egyetlen egyszer nem merült föl. Tehát indoknak ő ezt felém, nem tudom, hogy Berkesi úr felé felhozta-e. Felhozta. Felém nem. Nyilván ebben is előre fogunk lépni, de a doktor úr más praktikus megoldások miatt is gondolta, hogy egy helyen kellene lenni az orvosi rendelőnek, főleg a helyettesítés meg a Covid miatt nyilván ő úgy gondolta, hogy ezt egy egészségügyi intézményben sokkal könnyebb lesz kezelni. Nem gondoljuk, hogy ez a Covid a elkövetkező időszakban eltűnik az életünkből, sajnos. Egyébként a doktor úr kérését természetesen respektáljuk, és gondolom támogatjuk. A másik kérdésben, amit a képviselő úr felvetett, éppen tegnap hosszasan egyeztettem Hajós Béla úrral, és tovább fogunk abban lépni Érdvárosával együtt. Látjátok a határozati javaslatot, látom több hozzászóló nincsen, aki egyetért vele, azt kérem igennel szavazza. Hét egyhangú, köszönöm szépen. A második napirendi pontunk pályázaton történő részvétel és önrész biztosítása. Természetesen az időrövidsége miatt bizottsági véleményeket erről sem tudtunk bekérni. Van-e a javaslattal, határozati javaslattal kapcsolatban észrevétel? Géczi Krisztián alpolgármester úr, a szó. Köszönöm szépen. Azt szeretném csak megjegyezni, hogy sajnos az én javaslataim, illetve most már bekerültek akkor javaslataim, amelyet, ha jól tudok, elsőként küldtem vissza a költségvetést érintő felszólításra, illetve javaslatokra. Abban ez az Ady Endre utca szerepel, tehát nagyon örülök, hogyha a hivatalnak a javaslata is ez volt. Az Ady Endre utcának az alsó részét egyszer már megcsináltuk, most gyakorlatilag be tudjuk fejezni, és ez az egyetlen olyan utca, ami teljesen keresztül ér, úgymond a Dombon, a Balcsi Zsirinszky úttól a Szent István utcáig, és akkor rendben lesz
a közlekedés ott. Nagyon fontos, én azt gondolom, hogy figyeljünk oda, hogy a forgalomcsillapításra, illetve a sebességcsillapításra a kivitelezés során fordítsunk figyelmet, mert minden belső utamunkon ez az egyik legnagyobb probléma. Ha lehet, akkor ezt a kivitelezés során is építsük be majd az úttestbe, hogy a sebességeket tartsák be az ott közlekedők. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, hozzászólás? Mivel nincsen, akkor szavazni fogunk. Ha támogatja a képviselőtestet, kérem igennel szavazzon. Hét egyhangú. Köszönöm szépen. Akkor ezennel a rendkívüli, az első 21-i rendkívüli testületi ülésünket be is zárom.